A Jászberényben aratott 3-1-es győzelmet követően jó pozícióból várta a visszavágót a nyíregyházi együttes. Hollósi László tanítványai ellentmondást nem tűrően kezdtek, 11-2-es vezetésüknél már másodszor kértek időt a vendégek. Ez sem segített azonban sokat rajtuk, az első szettet 25-50 nyerte a házigazda. A folytatásban magára találta már különösebb nyomás nélkül játszó Jászberény, de ez csak arra volt elegendő, hogy elérje a 20 pontot. A 2-0-ás vezetés már a döntőbe jutást jelentette a Fátum nyíregyháza számára, így a folytatás csak formalitás volt, de a harmadik szettet sem engedték át a riválisnak Vargáik, akik így 2-2 győzelemmel jutottak be a kupadöntőbe. A másik ágon a Békés Csaba a Vasas otthonában elszenvedett 3-2-es vereséget követően hazai pályán 3-0-ra múlta felül a fővárosiakat, így megismétlődik a tavalyi Nyíregyháza Békés Csaba finálé. A kupadöntőt február 17-én rendezik az Érdi Sportcsarnokban.